Köszöntjük Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Dr. Ódor Bálint nagykövet úrral készítettünk interjút, melynek első része következik. Bár már sokszor jártam Torontóba, de most azért jöttem, hogy hivatalos látogatás keretében ellátogassak az ontáriói kormány képviselőihez, illetve találkozok az alkormányzóval. És áttekintettük ma azokat a gazdasági együttműködési lehetőséget, amelyek a következő években kínálkoznak Ontario és Magyarország számára. Én hangsúlyosan képviseltem azt az álláspontot, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy még közelebb hozzuk Magyarországot és Ontáriót. Ennek egy nagyon jó eszköze lenne, hogyha lenne egy közvetlen járat, például így összekötetés Toronto és Budapest között. Noha ugye elindul most nyáron az Air Transat jó voltából egy közvetlen járat, ami Torontóból Montrealba és onnan Budapestre fog menni, de ugye az egy viszonylag rövid időszak, egy héten egyszer, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokat, nagy lendületet adna ez a gazdasági kapcsolatoknak, nem beszélve arról, hogy az Ontárióban élő, illetve Torontóban élő magyaroknak is egy nagy segítséget jelentene, hogyha könnyebben el tudnának látogatni Magyarországra. Tehát áttekintettük azokat a gazdasági lehetőséget, amelyek kínálkoznak, és nagyon jó volt ma mondani, bejelenteni, hogy a Linemar újabb beruházást fog indítani Magyarországon. 5 milliárd forint értékben ruház be, 150 munkahelyet hoz létre, és ez egy jó példája volt annak, hogy hogyan tud a magyar kormány és a kanadai vállalatok együttműködni, hogyan tudnak tehát a magyar kormány és a kanadai vállalatok együttműködni. Ugye a beruházásnakból egy 1,6 milliárdos részt azt Magyarország tud vállalni az Európai Uniós források terhére. Célunk a munkahelyteremtés, azzal, hogy a Linemar 150 új munkahelyet teremt, azt hiszem, hogy nagy lépést teszünk ennek a célnak a teljesítése felé. De azért is jöttem ide, mert meghívást kaptam a Torontói Egyetemre, hogy tartsak egy előadást a magyar külpolitika aktuális kérdéseiről, és ezt nagy örömmel tettem most az elmúlt 2 órában. Azt hiszem, hogy 25 kérdésre válaszoltam. Az előadása során nagy hangsúlyt kapott Magyarország gáz és olajtól való függősége. Ha azt nézzük, hogy Magyarország a gáz felhasznált gáz mennyiségnek 85%-át Oroszországból hozza, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos arra törekedni, hogy sikerüljön idén egy olyan új hosszabb távú gázszállítási szerződést kötni Oroszországgal, amely elérhető áron nyújt szolgáltatást, és, vagy hoz gázt, vagy teszi lehetővé, hogy Magyarországra hozzunk gázt Oroszországból. Elérhető áron azt értem, hogy mind a háztartások számára a költségek elviselhetőek maradjanak, mind pedig a vállalatok számára. Hosszabb távon pedig, hogyha Kanadában vagyunk, akkor el kell mondani azt is, hogy ez egy kölcsönösen előnyös együttműködés Kanada és Magyarország, illetve Kanada és Európa között, hogyha megteremtjük annak a lehetőségét, hogy mind olaj, mind kanadai gázt tudjunk Európába importálni. Mert hogy ez szolgálja azt a törekvést, hogy Magyarország diverzifikálja az energiabeszerzéseit, és azt egyben azt is szolgálja, hogy Kanada pedig diverzifikálja az eladásait, és ő is kevésbé függjön ugye a déli szomszédjától. Tehát ebben van egy kölcsönös előny, viszont ez hosszabb távú gondolkodást igényel, és hosszabb távon lehet csak megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy viszont már az maga a perspektíva, hogy létrejöhet egy kapcsolat Kanada és Európa között az energetika területén, már ez is egyébként jótékony hatással lehet az árakra például. Meghitt szórakozást kínálunk Önnek, kedvesének és barátainak Valentine's Day-kor február 14-én. Töltse a szerelmesek napját a Kanadai Magyar TV által szervezett partin a Golden Line Restaurantban, amely Etobicoke-ban a 15 Kenmore Avenue alatt található, a finom vacsora és tánc várja Önöket, ha velünk töltik az estet. A belépőjegy $75, hívjon bennünket a 416-333-3004, velünk biztosan jól fogja érezni magát. Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat.
az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. Ahogy a múlt héten ígértük, most beszámolunk a felekezeti imaestről, melyen 4 egyház helyi tagjai vettek részt. Gyülekezetünk több éve ad otthont a felekezetközi imaestnek, aminek nagyon örvendezünk, hiszen Jézus Krisztus arról tanította az Új Szövetségben, hogy az ő házát kezdettől fogva imádságházának neveztetik. És amikor buzgó imádkozásról, könyörgésről van szó, akkor örömmel társulunk testvéreinkhez, és hálát adunk Istennek, hogy ezen a mai esten is szép számban gyűlhetünk össze imádkozni. Testvéreimmel együtt tartottuk ezt az alkalmat. Püspök Dániel testvérem a baptista gyülekezet képviselésében, Nagy Pál testvérem a református gyülekezet képviselésében, és Katona Zoltán testvérünk a kicsineri keresztény gyülekezet képviseletében. Az Úr Jézus a legfontosabb imádságában, a főpapi imádságban azért imádkozott, hogy az ő követői egyek legyenek. Nem akármilyen egységet kért, hanem azért imádkozott, hogy ahogy ő egy az Atyával, úgy legyenek egyek az ő tanítványai. Tehát amilyen egység van a Szent Háromságban, azt várná el Jézus tőlünk. Ez a ma este egy próbálkozás az egység felé. Vannak különbözőségeink, de összeköt az Úr Jézus szeretete, az ő vére, amely értünk mindannyiunkért folyt a Golgotán. Ez tesz minket egyé. Ez volt hangsúlyozva az egymásért való imádság, az egymás felemelése, az egymás bátorítása. Kiváltság, hogy itt lehettem gyülekezetemmel, fiataljainkkal, és része lehettem ennek a kellemes, áldásokkal teli estének. Elmondhatom azt, hogy nagyon jó így együtt lenni olyan testvérekkel az Úrban, akik ugye különböző felekezethez tartoznak, de ugyanazt az Urat imádják, és nem a különbségek teszik azt a különbséget, hogy másképp gondolkodunk, vagy más gyülekezethez tartozunk, hanem az egységet nézzük, hogy egy gyülekezethez tartozunk, amely az Úristenben van, és csak azt nézzük, hogy az ő országát keressük mindannyian, bár bűnösök vagyunk, de olyan jó ebben az országban, ahol kisebbsége a magyar, együtt lenni magyar testvérekkel, és az utat keresni, amire szüksége van mindenkinek, azt hiszem, az örök élethez. Ez a célja, azt hiszem, az egész Krisztusban járásnak, hogy megszabadulni a bűneinktől, és őhozzá fordulni, lerakni elé, és eljutni az örök életre a megváltása által, amit elkövetett értünk. Az jutott eszemben, hogy János azt írja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A ma este is ez bebizonyosodott, hogy igenis az ő szeretete fogott át minket, különböző helyekről összejött hívő embereket, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztus ígéreteiben, akik hiszünk az örök életben, és próbálkozunk az ő tanítása által, az ő tanítása szerint, és az ő erősségével továbbadni azt azoknak az embereknek is, akik talán még nem ismerik őt, különösképpen a magyaroknak itt külföldön, Kanadában. Kérem az Urat, hogy áldja meg azokat az embereket, testvéreket, akik itt voltunk, áldja meg a vezetőket, adjon erőt mindannyiunk számára, hogy továbbiakban is ezt az együttlétet, ezt a szeretetet ápoljuk, és hittel, erőben tudjuk elvégezni azokat a dolgokat, amit az Úr Jézus ránk bízott. Mága Zoltán nagy sikerű újévi koncertet adott 2014-ben Budapesten. Ebből következik a Hajmási Péter című dal, ami bizonyára sok nézőnknek fog örömet szerezni. Thank you.
nem él jobban Kínában sem a kínai császár. Mint amikor a szívemre a búbánat rászáll. Magamat nem nyújthatom, szívemet se szúzatom. Három vödör pecskő mellé csak a Zolit hivatom. S ha csikorgós kedvem támad, csak lesz húzatom. Ha ő másik Péter, haj másik már, a parrom Péter esőre áll. Ne búsulj rózsám, mert az egy garas semény. Ne búsulj, lesz még szörő, lesz még lányfé. Haj másik Péter, a barom nézel, nem imponál. Húzhatom agyba főbe, beugrok a nagy bőgőhöz. Haj, másik méter, picske pár. Ácsi! Ne húzz, hogy a szerelemnek boldogsága vége. Soha! Ne húzz, hogy a szerelemért hűség jár cserébe. Húzd, hogy hermad a virág, húzd, hogy kamisz a virág. S húzd el azt, hogy rosszul jár a lány, a csókér szíved áll. Suhaj! Húzd el, hogy a szerelem csak sálmad élőbb. Magyar Televízió fontos feladatának tartja a Kanadában levő magyarok életének bemutatását. Most Nagy Noémi mondja el, milyennek látja az Edmontonban élő magyarokat. Kedves Noémi, mesélj légy szíves, hogy kerültél Edmontonba, mit csinálsz ott, illetve hogyan látod az edmontoni közösség, magyar közösséget? Szervusz Zoli, üdvözöllek és a kedves nézőket is. Hát rólam azt kell tudni, hogy én a Pécsi Tudományegyetemen vagyok doktorjelölt, és ott egy hírlevélből szereztem tudomást arról, hogy itt az Alberta Egyetemen működik egy bizonyos WIRT intézet, osztrák vagy közép-európai tanulmányok kutatóintézete, és megpályáztam ezt az ösztöndíjat, és megkaptam. Úgyhogy szeptember 1-je óta vagyok itt. Nagy szeretettel fogadtak az itteni magyarok, úgyhogy ez rögtön egy nagyon kellemes élmény volt nekem, segítették a beilleszkedést, elvittek magukkal az itteni programokra. Nagyon jól szervezett az itteni közösség. A kapcsolat az meg is van az intézettel is, a WIRT intézettel is, mert az ösztöndíjamnak a felét ezt az itteni magyar szervezetek adják össze, úgyhogy nekem ez egy munkaköri kötelesség is tulajdonképpen, hogy tartsam a kapcsolatot a helyi magyarokkal. Milyen szervezetek vannak ott? A legnagyobb egy ilyen gyűjtő szervezet az az Edmontoni Magyar Kultúrkör, amely a Magyar Házat is üzemelteti, és különféle programoknak ad otthont.
koncertek vannak rendszeres a Mikulás ünnepség, ezen én is részt vettem decemberben, szilveszteri bál, csárdás bál, talán a csárdás bál az egyik legnagyobb rendezvényük, amely a Kodály ösztöndíjat is finanszírozza. Ugye ennek köszönhetően minden évben egy edmontoni fiatal Kecskemétre tudnak küldeni zeneiskolába. Az ő kereteiken belül működik az edmontoni táncsoport, a csárdás táncsoport is, ennek most már én is oszlopos tagja vagyok. Én itt kezdtem el kint néptáncot tanulni, úgyhogy nagyon kis lelkes csapat, most éppen 10-en vagyunk, és itt is rendszeres fellépések, minden vasárnap próba. Nekem maga ez a műfaj, mint hogy magyar néptánc, ez egy fantasztikus élmény, mert én mindig is szerettem volna tanulni, de valamiért otthon nem vettem rá magam, és ki kellett ide jönnöm nem tudom hány ezer kilométerre, hogy csatlakozzak ehhez. Van egy magyar iskola, bizony, körülbelül 40 gyerkőccel és 6 osztállyal. Ez is szerintem egy szuper dolog, hogy a magyar kultúrával az itteni gyerekek megismerkedhetnek. Hát elsősorban nyilván ugye magyar származású vagy magyar érdeklődésű gyerekeket várnak, de tehát tényleg nyitott, tehát nem követelmény az, hogy magyar legyen az illető. Ezen kívül pedig az egyházakat említeném, tehát itt azért komoly vallási élet is folyik. Van egy római katolikus templom a közösségnek, ezen az ő templomukban működik tulajdonképpen a magyar iskola is, és van egy református templom. A katolikus egyházról azt érdekes tudni, hogy most egy eritreai származású, de Etiópiában felnőtt papunk van, úgy hívják, hogy Tesfuke Láti. A reformátusoknál pedig dr. Pungur József lelkész van szolgálatban, de már nem sokáig, mert tudomásom szerint pont e hó végén fog érkezni egy új lelkész, úgy hívják, hogy Lányi Gábor, és ő fogja átvenni a gyülekezetet. Kanadának más területére is gondolt, hogy elutazol? Én itt elsősorban szakmai tevékenységet folytatok, ez az ösztöndíj, a ösztöndíj, ez a PhD értekezés megírását támogatja, úgyhogy ebből kifolyólag van rá lehetőség, hogy fogok utazni konferenciákra. Például Ottawában lesz most egy társadalomtudományi kongresszus. Június végén sikerül összegyűjteni az anyagi fedezetet, akkor oda mindenképpen megyek. Aztán vannak ilyen kisebb célok, hogy Jasperban, környéket felfedezni, tehát Kanadának a természeti szépségeit. Torontóba talán eljutok. Hát reméljük, hogy eljutsz Torontóba, akkor tudunk esetleg személyesen is találkozni. Nagyon köszönöm az idődet, és hogy rendelkezésünkre állt, és köszönöm az interjút. Nagyon szívesen, én köszönöm a felkérést. A Toka étterem, amely a 78-87 Western Road alatt található, nagy szeretettel meghívja Önöket a Valentin napi estjükre. A kiváló magyaros vacsora mellett magyar borkóstoló és élőzene is várja Önöket. Kérjük, foglalják le helyüket előre is a 905-851-7877-es telefonszámon, vagy a reservation@tokai.ca e-mail címen. Sok szeretettel várunk mindenkit, aki ünnepelni akar velünk Valentin napot. Expressions örömmel értesíti Önöket, hogy az idén június 17-e és október 8-a közötti időszakban újra lesz közvetlen járat Torontó és Budapest között. Minden héten szerdán utazhatnak Torontóból Budapestre, és csütörtöki napokon utazhatnak vissza Torontóba. Használják ki a nagyszerű lehetőséget, és már most foglalják le előre jegyüket, melynek irányára $1169 adókkal és illetékekkel együtt. Ha most rendeli jegyét, $300 foglalóval már biztosíthatja helyét. Mi történik Magyarországon? Című sorozatunkban Tuzson Bencével, a Fidesz frakció szóvivőjével beszélgetünk Putyin orosz elnök magyarországi látogatásáról és a nagy vihart kavart Simicska Lajos ügyről. A teljes interjút tévénk YouTube csatornáján láthatják. De Simicska Janakat is mondott, hogy ő annak idején Orbánnal arra szövetkezett, hogy egy diktatúrát lebontson, de nem arra, hogy egy újat fölépítsen. Mire gondolhatott? Igen, semmiképpen sem szeretnénk minősíteni, és ez egy határozott szándékunk, semmilyen ilyen típusú megjegyzést, még akkor is, hogyha korábban esetleg volt egy jó kapcsolat két ember között, ami bármelyiknél fogva megromlik, vagy valaki megsértődik azért, mert bizonyos intézkedések érintik őt, mint egy ilyen adóintézkedés, hogy azokkal kapcsolatban aztán megjegyzéseket, milyen megjegyzéseket tesz. Itt teljesen világos, hogy
hoztunk egy döntést, illetve egy döntés előkészítést, és ez a döntés előkészítés keretében nyilván valakinek a gazdasági érdekét ez sértheti. A magyar társadalomban mindig is volt egyfajta orosz ellenesség. Emlékszünk Orbán Viktor szavaira, aki azt mondta, hogy ki az oroszokkal. Sokan értetlenül tekintenek a Putyin látogatás elé. Tulajdonképpen miért is jön Putyin? Az orosz idők miatt, a szovjet idők miatt Magyarország egyfajta függőségbe került, és ez leginkább a gázfüggőséget jelenti. Magyarország egyetlen egy csövön kap ma gázt, ez pedig Oroszországból indul, Ukrajnán megy keresztül, és megérkezik Magyarországra. Tehát Magyarország abban a sajátos helyzetben van, hogy nagy választási lehetősége energia szempontból nincsen. Ha holnap nem lesz Magyarországon gáz, akkor nem tudnak az emberek fűteni, megállhat az ipari termelés egy jelentős része, erőművek állhatnak le, ennek következtében villamosenergia problémái is lesznek az országnak, tehát óriási nagy a függősége az országnak ebből a szempontból. Ezért volt nagyon fontos dolog, hogy abban gondolkodjunk, hogy egy háborús zónán átmenő vezetéket hogyan lehet egyébként kiváltani, honnan tudná Magyarország a szükségleteit megoldani. Így vetődött fel a déli áramlatnak a kérdése és annak a magyarországi támogatása, hogy egy olyan alternatív útvonalat keressünk, ami megoldja azt a problémát, hogy egy háborús zónán keresztül menő vezetékkel bármikor történhet. Ez nem valósult meg ez a terv, így most jelenleg fönnáll az a helyzet, hogy Oroszországból kaphatunk csak gázt Ukrajnán keresztül, aminek ugye azért a bizonytalanságait ismerjük. Ukrajnán keresztül megérkezik Magyarországra ez a gázvezeték. Itt vannak tárolóink, ezekben ugye lehet gázt tárolni, ez néhány hónapra megoldhatja a problémánkat, de hosszú távon nem. Tehát ez egy komplex probléma, ami talán messziről egy kicsit máshogy is látszik, ugye messziről nézve ott van egy ország, amelyet egy agresszióért, egy nagy ország részéről, és annak a szomszédságában egy Európai Uniós tagállam egy elég óvatos politikát kezd folytatni, és ennek nyilvánvalóan oka van, tehát nem csak egyfajta magyar virtus az, amiből ezt teszi Magyarország, hanem bizony vannak olyan gazdasági, politikai okok, ami miatt óvatosnak kell lenni minden ilyen konfliktus tekintetében. Tudjuk azt a történelem során, hogyha Magyarország egyik pillanatra a másikra csak valaki mellé odaállt, annak milyen következményei lehettek. Olyan helyen vagyunk, ahol mérlegelni kell mindig a kimondott szavakat, a kimondott szavaknak a súlyát, hiszen ez hallatszik nem csak nyugat fele, hanem kelet fele is, és nagyon-nagyon súlyos gazdasági következményei lehetnek az országra nézve. Azt nem várhatja el senki Magyarországtól, hogy a saját érdekei ellen cselekedjen. Nekünk innen Magyarországról egyértelműen a saját érdekeinket kell figyelembe venni. Azt, hogy itt a magyar emberek egyébként jobban éljenek, mint korábban, és meg az alapvető élet szükségletei pedig mindenképpen adottak legyenek. Gáz nélkül pedig ez nem képzelhető el. Napjaink, rendelje meg ön és lapjaink. 40 dollár egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2-7-68-09-97. Napjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettőzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itten. Napjaink, rendelje meg ön és lapjaink. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tommynak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek. Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim, gyertek a papához! A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan. Szállodafoglalás, autókölcsönzés. Meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Várjuk Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Ezúton szeretnénk megköszönni a Szent Kátrini Kósa Ilonka néni filmgyűjtemény adományát,
mely sok nagyszerű régi magyar filmet tartalmaz. Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, melyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra! Egy perc Magyarország. Mihályi község Győr-Moson-Sopron megyében a Rába közben. A kis Rába két oldalán fekvő település több mint 8 évszázados múlttal büszkélkedhet. A faluképre jellemző a zöld területek, a gondozott parkok és virágok látványa. Helyi védettséget élveznek a település híres fasorai, az eperfa, a hársfa és a platánsorok. Nevezetességei sorában kiemelkedik a neogót stílusú Dőri kastély. 2 hektáros védett parkját a Kisrába folyó kék szalagja választja ketté. Botanikai ritkaságok, évszázados vadgesztenyék, platánok és hársfák árnyékában pihenhetnek az ide látogatók. Műemlék jellegű római katolikus temploma 3 évszázada épült. Kertjében barokk Mária szobor látható. Értékesek a település útmenti szobrai, a Nepomuki Szent János szobor és a domborművekkel díszített Szent Háromság oszlop. A hagyományőrzés szép példája az eredeti állapotában megőrzött tornácos rábaközi parasztház gyűjteménye. A tájházban láthatóak a paraszti élet használati tárgyai, szokásai, a Rába közre jellemző népi díszítő művészet alkotásai. Számos érdeklődőt vonz a településre az egykoron élő, mára újra felelevenített, különleges népszokás a bohócjárás, melyet minden évben farsang utolsó napján húshagyó kedden rendeznek meg. A műsorszám támogatója Magyarország elegáns szállodáinak gyűjtőhelye a premiumhotelek.hu. Premium Hotelek, az 5 csillagos választás.